Hogyha 100 000 lennénk, akkor is elengedtek volna a szüleitek? Benneteket? Hát nem tudom. Szerinted vannak-e annyian ezen a tüntetésen, mint például a felcsúlt FC szurkolói létszámban? Orbán Viktor fanyait még nem közelítettük meg, de... Már az MTK szurkolóit most már. Lélekben már szerintem. Bocsi, Balogh Zoltán nem kéne lecserélni Kastler Miklósra? Igen. De már eléggé szimbólummá vált, meg még úgyse jegyzik meg egy csomóan az újak nevét, úgyhogy most még jó lesz, de majd lehet, hogy előbb is többre fogjuk. Nem te csináltad a 8-2 című rajzfilmet? De igen. Hozom egy egész estés ilyen indiai teremtés történeten, amire nagyon remélem, hogy adnak pénzt. De mellett mondás, hogy a film alaptól vársz egy kis támogatást, de mondjuk nem. Így a kormány ellen tüntetsz? Nem. Miért nem? Azért nem, mert... Kifejtős kérdés volt. Jó, tehát nem úgy van az, hogy ők adnak nekem pénzt, és én csináltok filmet, akkor innentől minden kóser, amit csinálok. Tehát attól függetlenül, hogy én valóban pályázok sokszor, és van olyan munkáim, ami közpénzből van. Ettől függetlenül nem örülök neki, hogy mindent szétlopnak, és hogy ilyen szintű idióta propagandát nyomnak. Mit szíves tegyél minket tisztában, hogy mit tartasz a kezedben? Ez a magyar nemzetnek gyakorlatilag a nem jobb utódja. Nem látok ilyen állami hirdetéseket benne. Hát nincsen. Melyik kásleri idézet a kedvenced? Melyikkel tudsz a legkönnyebben azonosulni? Mondj egy párat, nem tudom őket felírtam az a baj, egészet. Bifláztam be, az ősrobbanás pusztán csak spekuláció. Igazából lehet valami, nem? Hogyha mindenki betartaná a 10 parancsolatot, akkor lehet, hogy megelőzhetőek lennének a halálos betegségek. Hát a halálos betegségek... Amíg ezt nem próbáltuk ki, és nem igazolódott be, addig azért meg kell adni az esélyt, hogy talán ez ténylegesen hát, így van. 6 napot töltöttünk kórházba a gyerekek, és nagyon örülök, hogy nem imádkozni kellett, hanem jó orvosok és nővérek végezték ott a dolgokat. 100 millió nigériai egyszer várható. Igen. Kásler ezzel az attitűddel a kritikai gondolkodást erősíti a diákokban, mert ez a szintű bullshit az, ami az emberben már bármilyen szinten is van, azért ébresz némi forrás kritikát az emberrel szemben. Tehát azt gondolom, hogy a miniszterelnök, amikor megtalálta ezt a derék embert, akkor nyilván, szóval volt egy ilyen, hogy a rasszista minimum. És azt gondolom, hogy ez a rasszista minimum itten be lett tartva. Ne szeresd el fel a barátod feleségét, azért ezt ne várja már el valaki, hogy ezt betartsuk. Magyar Hang lett ugye a neve, hogy ezek szerint a hang az fontosabb, mint az idő? Mondja meg kormánytagok között, ki az, aki komolyan lehet venni? Hát reméljük, hogy Kastler professzor úr munkáját, akit én egyébként ismerek a szakmájából, tekintett arra, hogy volt nekem is hasonló betegségem, abban kitűnően mutatta a dolgát. Hát remélem, hogy mondjam, nem ezekkel a világ megváltó gondolataival. Kastler professzor? Igen, vizsgált többször. Szóval... Azt hiszem, hogy nem kíváncsi az én tanácsaimra, a professzor úr. De talán a beosztás nem is azt igényli, hogy elmélyedjen itt a természettudomány ennél bonyolultabb ágaiban, bogaiban, mint ami otthon van. Több a bértelen, talán az ő számára is, meg mi számunkra is, hogyha szigorúan ragaszkodó az egészségpolitika alakítására. Tökéletes szempont, hogyha a kormány betartaná, hogy a legfő, egyik legfőbb parancsolatot, hogy ne lopj, akkor egyel beljebb lennénk. So high, stress you love me.